Kiskörösváros születésnapján, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztivál utolsó napján, május 12-én vasárnap, Kökény Attila és Rakoncai Viktor álltak városunk színpadára, akik az Ébredés című élőzenekaros koncertjüket mutatták be. Amikor volt ez a bizonyos közös fellépés ebben a jótékony műsorban, ugye akkor megcsörent a telefon, hogy mi lenne, ha bemennék, és lekísérni, ha nincs semmi másom ott az Attilával, és nekem már akkor beugrott a képek. Tehát éreztem azt, hogy ez valaminek a kezdete. És aztán tényleg, amikor ott bent találkoztunk, és még nem is történt meg a felvétel, csak elkezdtünk beszélgetni, már akkor föltettük magunknak a kérdést, hogy hát nem értjük, hogy miért nem zenélünk együtt, amikor mind a kettőnknek abszolút ugyanaz a zenei világa, azt szeretjük a legjobban, amiatt kezdtünk a gyerekkorunkban is zenét tanulni, olyan előadók, zeneszerzők miatt. Tehát tényleg ez egy olyan zenei egymásra találás volt. Attila és Viktor lassan egy éve koncerteznek együtt a 14 fő zenekarokkal, így mára már több mint 30 előadáson vannak túl közösen, amelybe bár a közönséget a tapson kívül nem vonják bele, de a nézők különböző témák fül- és szemtanúi lehetnek, hiszen mélyebb beszélgetéseket is folytatnak egy-egy dal között. Azért nem beszélek én közös munkáról, mert én ezt teljes mértékben így ráhagytam a Viktorra. Hogy hagyj teljesedjen ki az a fajta zenei világ, ami az övé. Nyilván én is ugyanazt szeretem, de én nem tudok hangszerelni. Én az, hogy megírok egy dalt, az mindig aztól lett csodálatos, hogy ilyen emberek voltak körülöttem, mint a Viktor, vagy mondhatnák egy-két olyan srácot, akivel dolgoztam, például Csicsák Noresz, aki hangszerelt nekem, vagy a Havas Lajcsi, és hogy nyilván ezeket a dolgokat, de most ez egy annyira sajátos ez az egész, amit a Viktor csinál, hogy ez számomra nagyon olyannyira egyedülálló, hogy én egész gyerekkorom óta arra vágyottam, hogy egyszer majd valaha ha így szólhatnék. Mert ugye nekem David Foster nagy kedvencem, Quincy Jones, és az a fajta hangszerelés, ami úgy nem hasonlít semmire, mert közben van popvilág, van gospelvilág, van klasszikus világ, van Disney, van ez, van az, és ez így egyszer csak így hallott, hogy mintha egy ilyen csodálatos gombozban lenne gyúrva, és akkor egyszer csak így ránk van öntve. Az Ébredés koncertturné lezárása július 13-án kerül megrendezésre Budapesten, a Margit-szigeten egy szabadtéri élő nagykoncert keretén belül, ahol Attila és Viktor egy nagy bejelentésre is készül a későbbi közös munkájukat illetően.